Az elmúlt napok tartós hőmérséklet csökkenése azt eredményezte, hogy sok helyen bekapcsolták a radiátorokat, és az első fákat már meggyújtották a kandallóban. Otthonaink biztonsága és a kéménytüzek megelőzése miatt fontos, hogy az égés termékelvezetők megfelelő állapotban legyenek. Ezért rendszeresen ellenőriztetni kell azokat. Eltérően kell kezelni azonban a család és a társas házasövezeteket. Ez utóbbinál ugye sormunkában végzik, betervezetten végzik a kéményseprők a kémények ellenőrzését. Ha egy lakásos épületben, mondjuk úgy családi házban lakunk, akkor viszont nekünk kell őket megkeresni. Többféle csatornán lehetséges ez, központi számon, e-mailben, akár személyesen, itt most Nyírbátorban vannak elhelyezve a kéményseprő kollégák. Tehát az egyeztetés fontosságára hívjuk fel, egy közös időpontban megtörténhet a kémények ellenőrzése, szükséges műszaki felővizsgálata, tisztítása. Gázüzemi berendezések esetén két évente, szilárd tüzelőanyag például fa használatával való fűtés esetén viszont évente kötelező az ellenőrzés. Ha nem megfelelő minőségű tüzelőt használunk, akkor előfordulhat, hogy fokozottan fog lerakódni az égés termék a kéményben. Több mint 60 esetben történt kéménytűz Vármegyénkben. Ez azt jelenti, hogy vagy a kéménybe lerakódott égés termék gyulladt ki, vagy tovább terjedt az épület valamely részére ez a tűz, és előfordult olyan, hogy kiterjedt lakástűzzel is szembesült a kollégáink. Szerencsére azonban személy sérülés ezekből nem történt. Valamennyi nyílt lánggal működő eszköz esetén fennáll a szénmonoxid fejlődésének az esélye akkor, ha nem megfelelő a levegő utánpótlás. Ez független attól, hogy fával, gázzal vagy szénnel fűtünk. A szakemberek azt tapasztalják, évről évre előrelátóbbak a vármegye lakói, gyakran és megfelelő időben keresik a kéméseprőket.